Sziasztok rajongók, üdvözöllek az akadémián! Többen is említettétek már, hogy mutassam be nektek, hogy miért lett C-3PO-nak piros a keze a hetedik részben az ébredő erőben. Nos, erre a sokak számára égető kérdésre megkaphattuk a választ már 2016 áprilisában. Ugyanis ekkor adták ki a Marvel gondozásában azt a speciális képregényt, mely az ébredő erőhöz vezető magyarázatok része volt. Ugyanez a program 2015 decemberében indult, de több halasztás után végül is a már említett időpontban került kiadásra. Jelen videó alatt igyekszem végigvinni a történetet és elmesélni nektek a képregény lényegét, hogy hogyan is lehet C-3PO balkarja piros színű. Annyit még mindenképp megjegyeznék, hogy ez a tartalom 100%-ban kánonnak minősül, tehát a Disney által elismert Star Wars világ része és annak minden szegletébe beillik. Kezdjünk is hát neki! Szóval, C-3PO valamikor Yavin után 34-jel már a Leia Organa által megszervezett ellenállás soraiban találta magát. Valamikor ezekben az időkben az első rend elfogta a Gyal Akbar admirálist. Az ellenállás egy csapatot küldött annak reményében, hogy sikerül kimenteni a Mon Calamari admirális valahogy az első rend karmaiból. A csapatot Hoff kapitány vezette, és a felderítés során sikeresen el is kaptak egy az első rendet szolgáló protokolldroidot, név szerint OMR-1-est, azaz Omrit. Ő ismerte a hely koordinátáit, ahol fogva tartják Akbar admirálist. Már épp visszafelé tartottak, amikor a pörölyfejű korvettjük ismeretlen okból lezuhant a taul, vad és olykor savas esőkkel látszott világában. A zuhanás közben meghalt a fedélzeten minden organikus lény, így viszont csak a hajón lévő droidok maradtak működőképesek. A megmaradt droidok a következők voltak. A jól ismert C-3PO, azaz C-3PO, az első rend elfogott droidja Omri, egy építkezési droid CU-34, egy biztonsági droid PZ-99, egy orvosi droid 2MET-2, azaz 2MET-2, és egy másik biztonsági droid a VL-44-es. A hajó lezuhanását követően ezek a droidok elhagyták a járművet, mely nem sokkal ezután felrobbant. C-3PO észlelt egy jelet nyugatra a lezuhanási helyüktől 87 km távolságra, és ugyan kisebb vitákat köztük a vezetői szerepet illetően, azonban végül felállt a mechanikus hierarchia, és úgy határoztak, hogy követik a jelet, mely egy feltehetően régebben lezuhant első rend hajónak a vészjelzése volt. Nem nagyon volt más lehetőségük, és senkinek nem volt jobb ötlete. Omri és C-3PO kicsit összeakadtak. Omri tagadta, hogy tudna bármit is arról a bizonyos Akbar admirálisról, akit rajta keresnek. Azonban C-3PO úgy vélte, jobb ezt a témát félretenni és valahogy a kijutásra koncentrálni, különben mind azon a szörnyű helyen halnak meg. Omri egyetértett vele egyenlőre. Ahogy menetelt előre a sok vas és áramkör alkott a mesterséges értelem, Omri érdekesnek vélte a helyzetet és szóvá is tette az áramköreiben cikázó gondolatokat. Érdekesnek tartotta, hogy mint ők ugyan mesterségesek, de mégis mennyire emberi a programozásuk. Kijelentette, hogy ha ő elszökne, akkor sem bántanák őt, mivel úgy vélik, hogy nála van az a fontos információ, ami kell a gazdáiknak. 2MET-2 rögtön rávágta, hogy ha szükség lenne rá, akkor találnának módszert a hatástalanítására. Ekkor végignézve a kompánián kijelentette Omri, hogy valószínűleg már mindannyian megfordultak mindkét oldalon a harcokban, hiszen droidok. Így pedig, mint gépek már valószínűleg számtalanszor törölték a memóriájukat, hogy újra felhasználhassák őket itt vagy ott. 2MET-2-val folytatta a társalgást és kijelentette, hogy ő már valószínűleg számtalan életet mentett meg a múltban a jelenleg ellenségeiknek tekintett csoportokból. Erre az egykori birodalmi orvosi droid rávágta, hogy az elsődleges programozása az életek megmentése, tartozzon az akármelyik oldalhoz is. PZ-99 is beszállt a társalgásba, bár nem mindenki értett vele egyet. Azonban, ahogy 2MET-2 is felhívta rá a figyelmüket, muszáj lesz a biztonsági droidra hagyatkozniuk és ezzel az előttük lévő völgyre mutatott. Az előttük lévő földrész megmozdult. Bár PZ-99 rögtön javította C-3PO észrevételét, hogy nem a föld mozog, a következő pillanatban pedig már előzönlötték őket a tauli hatalmas fűszerpókok. A három teljesen harcképtelen droidot PZ-99, VL-44 és az építkezési droid CO-34 teljes erejével védte, és így végül VL-44-nek sikerült utat lőnie a pókok közt. C-3PO a közeli sziklákhoz irányította a csoportot, mivel az volt a legközelebbi kiút a pókokkal teli völgyből. PZ-99 fedezőtüze mellett sikeresen felmászott a csapat minden tagja, kivéve PZ-t. Ő ugyanis lent maradt és küzdött tovább a pókokkal. 2MET-2 nem értette, miért nem megy, de C-3PO elmagyarázta neki, hogy a biztonsági droidok, mint például PZ-99, arra vannak programozva, hogy harcoljanak az önmagukat megvédeni nem tudó entitások helyett, és védjék azokat bármi áron. Tehát PZ feláldozta magát azért, hogy ők tovább mehessenek. Ezen is összevitáztak Omrival, hisz ő úgy vélte, hogy a programozásuk ellentétes oldalon tartja őket,
és hogy Pizzi tévedése az ő előnyére fog válni. A két tolmács droid folytatta a beszélgetést. Hiába voltak ők intelligensebbek a többi droidtól, ha nincs is semmi jelentőségük az eseményekben. Omri felhozza az általa látott emlékképeket, és beszél arról, hogy nem képes dönteni azok jelentőségéről sem. Akkor mégis mennyire fontos ő maga? Kérdezi. Aztán bír át a Sripiót is. Úgy vélte, hogy ő csak vakon teljesíti a parancsokat, és igazából nem is emlékszik semmire, csak cselekszik. Sripió ekkor közbevág és közli, hogy ez nem igaz, hisz ő is lát képeket, igaz csak egy pillanatra különböző helyekről. Sziklákat és egy gyárat lát, ahol droidok százezreig készülnek, egy arénát, ahol épp harcolnak, és még a teste sem a sajátja. Zöld, hegyes völgyes világot lát víz alatti városokkal. Aztán olykor egy várost, ami nagyobb, mint amit a szenzorjai érzékelni tudnának valaha is, és egy templomot, amit a lángok lepnek el. Néha pedig füstös hegyeket, melyek a láva és a tűz martalékaivá válnak lassan. Neki is vannak emlékképei, és el szokott merengeni rajtuk, de elfogadta azt, hogy droidnak a mesterét kell szolgálnia. Ekkor azonban Tumetú félbeszakítja őket. Jelzi, hogy eső közeleg, és jobb lenne sietniük, mert ezt a fajta esőt nem kedvelné egyikük sem. Hőseink egy mocsárban találták magukat, egy kisebb patakkal, melyen átkelni nem tudtak volna a droidok. Viszont ekkor hirtelen CO-34 átalakította a testét egy híddá, mely áthívelt a folyón. Nagy szerencse, hogy velük volt egy építkezési droid. Azonban hirtelen csend lett. Az egész erdő elhalkult és némaság lett az úr. Tumetú érzékelte a változást, azonban már későn. Hirtelen egy a mocsárból a hídra kiugró szörny elkapta és lerántotta a mélybe. VL-44 a felszerelt Iker lézerájúival tüzelt, ahogy csak tudott, de egyedül kellett már védelmezni a csapatot. Sripió bal karjára rácsavarodott a lény egyik csápja, és elkezdte magával rántani, ám Omri ekkor elkapta és megtartotta. A kar illesztései gyengébbek voltak, mintsem, hogy elbírják a két droidot, így pedig Sripió bal karja leszakadt, azonban neki sikerült kijutni a hídról. A két beszédes robot mellett még VL-44 is lejutott épségben, azonban CO-34 olyan súlyos sérüléseket szenvedett a szörny miatt, hogy már nem tudta magát összerakni mobil formába, és elnyelte a mocsár. Ekkor szinte rögtön, ahogy kiértek, egy repülő, rovarszerű lényekből álló raj támadt rájuk. Ezek a lények a kancellek voltak. Omri kijelentette, hogy tudja, hogy nincs a programjában az utálat, de ezt a világot utálja. Első rohamuknál ezek a lények a harc alatt elragadták VL-44-est és tovaszálltak vele. Omri sürgette Sripiót, hogy siessenek tovább, különben ők is ott végzik. Túlélték, és ezen elcsodálkozott Sripió is. Omri nem reagálta túl a dolgot, és úgy vélte, hogy a többieknek azért nem sikerült, mert régebbi modellek voltak. A továbbiakban már csak ketten sétáltak együtt egy sivatagszerű tájon, és egymás humorra képtelen programozásán próbáltak viccelődni. Viszont kezdett valamiféle gépies kötelék kialakulni közöttük. Omri felhívta Sripió figyelmét a karjára, azonban az csak annyit reagált rá, hogy nem kell aggódni, vesztette már el sokszor azt az öreg vackot. Omri elkezdett agyalni azon, hogy az érző lények, ha elveszítik egy végtagjukat, akkor gyakran érzik azt, még a későbbiek folyamán is. A Phantom végtag szindrómáról beszélt. Úgy vélte, hogy a törölt adatai, emlékei és élete a csípjeiben olyanok, mintha még mindig lennének, pedig már nincsenek, olyanok, mint egy Phantom végtag. Sripió azonban egy szót sem szólt. Képek villantak be neki folyamatosan. Omri nem sokat törődött vele, és csak annyit fűzött hozzá, hogy nagyon csendes az utazó társa. Végre. Ám ekkor hirtelen elkezdett esni. Így jobbnak látták, ha sietnek gyorsan valami fedezék alá, a cél pedig már közel volt. A jel a két lezuhant elsőrendhez tartozó tájvadász egyikéből származott. Ugyan menedéket találtak a másik vadász szárnya alatt, de realizálták, hogy az sem fog örökké tartani, mert a sav szépen lassan szétmarja. Omri észrevette a másik gép jelolóját és rájött, hogy az azt takaró burkolat is olvad, így pedig elvész az egyetlen esélyük a menekülésre. Ekkor, mivel úgy vélte, hogy Sripiónak küldetése van, és nem látott rá okot, hogy ő ebben megakadályozza, így átküldte számára Akbar admirális pozícióját. Természetesen végig tisztában volt az információkkal. Sripió nem értette, oldalt váltott volna? Kérdezte tőle. Erre Omri csak annyit mondott, hogy nem az oldalak közt választott, hanem a barátságot. A becsöpögő sav elkezdte már marni Omri filmburkolatját, és előtűnt a bal karján egy régi, piros alapfestés. Omri elcsodálkozott rajta, mikor került rá ez a festék, milyen régen, és ezután szinte azonnal kisétált a savas esőbe. Nem volt idő várni tovább, meg kellett változtatni a jelet, hogy Sripió mestere foghassa azt, így legalább Sripió túlélheti. Miután sikerült a jelet elküldenie, Omri annyira sérült a savtól, hogy mozgásképtelenné vált és szétesett. Kész csoda, hogy a bal karja szinte alig sérült az esőtől,
Lehet azért, mert a váz többi része eltakarta. A jelet követve valamivel később megérkezett Poe Dameron és BB-8 is. C-3PO közölte Poe-val, hogy megszerezte az információkat, de szörnyű ára volt. A csapat egészen meghalt, a droidok, akikkel pedig együtt haladt, mind megsemmisültek. Poe vigasztalta, hogy áldozatuk nem volt hiába való, és amikor látta C-3PO karjának hiányát, akkor pedig közölte, hogy kell neki egy új kéz. Azonban C-3PO jelezte, hogy az miatt ne aggódjon, mert már van egy új. A kezében pedig fogta közben Omri piros alapfestésig lekopott karját. Miután elhagyták a Tault, C-3PO felszereltette magára a piros kart, és BB-8-tel társulva közölte, hogy megtartja azt a kart, hogy emlékezhessen. Nos, ennyi lett volna ez a rövid kis történet C-3PO-ról és az ő piros karjáról. Nekem külön tetszett ebben a képregényben, és úgy egyébként magában a Star Wars világában, hogy néha kicsit adnak személyiséget a droidoknak és az érzelmekre hajazó vonásokat. Így az ember sokkal jobban beleéli magát és élvezetesebb az egész történet. Remélem sikerült ezzel a kicsit új stílusú videóval elnyernem a tetszéseteket. A továbbiakban, ha ez sikeres lesz, akkor még lehet készítek hasonlókat. Sajnos arról nem tudok, hogy a képregény megjelente magyarul, de angolul az interneten számos helyen elérhető és megtekinthető. Azért elhelyezek egy linket a leírásban, ahol megtekinthetitek, persze sajnos csak angol nyelven. Ennyi lett volna mára a videó. Ne feledjétek, várlak titeket holnap is. Köszönöm a figyelmeteket! Remélem elnyerte a videó tetszésedet. Amennyiben igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Valamint, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harangikonra sem, hogy értesülj ezen túl a legfrissebb tartalmakról azonnal. Így biztosan nem maradsz le majd semmiről. Ha van lehetőséged, akkor oszd meg a videót bátran, ahol csak szeretnéd, valamint keresd fel az Akadémiát Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, az erő legyen veletek!